A felcsúti kisvasút meglátogatása akkor lett igazán érdekes, amikor nem akarták, hogy ott vizsgálódjanak. Ezt az Unió Költségvetési Ellenőrző Bizottságának elnöke mondta. Inge Grässl arról is beszámolt, a 4-es metró beruházással kapcsolatban kritikus a helyzet, az is lehet, hogy az uniós támogatás teljes összegét vissza kell majd fizetni. Az uniós vizsgálóbizottságnak nem csak a Brüsszel-Budapest távot kellett megtennie. Hétfői érkezésük napján a 180 milliárd forintos uniós támogatásból épülő 4-es metróra, ha nehezen is, de sikerült felszállniuk. Kedden Felcsútra is elmentek, ahol a kisvasútra felhasznált 600 millió forintnyi uniós pénz helyes elköltését ellenőrizte a testület. Ezen kívül többek között a Budapest szíve projektet, a Liszt Ferenc Akadémiát és a Vigadó uniós támogatását is megvizsgálták. Upcoming elections. Nem akarunk a magyarországi politikai folyamatokba, a választások eredményébe semmilyen módon beleszólni. Így reagált a kormánypárt korábbi kritikájára a vizsgálóbizottság elnöke. Inge Grässl elmondta, habár még tartanak a vizsgálatok, de látják a visszaélések jelét a 4-es metró körül. Biztos, hogy ebben az ügyben szükség lesz visszatérítésekre. Mit adott, hogy milyen összegben? Meg kell várnunk a jogi vizsgálat végét. 100%-os visszatérítésről van egy előre szó. Meggyőzték, hogy a felcsúti nosztalgia járat a fejlesztések sorába tartozik. Ezt mondta a kisvonat beruházásról a vizsgálóbizottság elnöke. Ez a projekt több más projekt részeként valósult meg. Azt lehet vizsgálni, hogy 1,2 millió eurót lehet-e jobban másra elkölteni, de ez az irányító hatóság és más szervek dolga. Deutsch Tamás szerint a testület politikai elfogultsága észlelhető volt, de a magyar felek együttműködőek voltak. Az elnök asszony megállapítása szerint is a magunk mögött hagyott években Magyarországon komoly alapvető probléma, említést érdemlő gond, nehézség az uniós források felhasználását illetően nem volt. A 2016-os Olaf jelentésben azt látják, hogy Magyarország az az egyik ország, ahol a legtöbb vizsgálatot indították el, sőt, azt is mondja az Olaf, hogy az Magyarország az egyik olyan tagállam, ahol a legtöbb uniós pénzt csalták el. Niedermüller Péter szerint hiába próbálta a kormány a közbeszerzések átláthatóságát hangsúlyozni a delegációnak, az Európai Csalás Elleni Hivatal statisztikája mindent elárul.